Sziasztok! Ez itt az itch.io vagy itch.io, egy független játékfejlesztőknek szánt terjesztő felület, legyen akár pénzes vagy ingyenes terjesztés. Mindenféle játék megtalálható itt, de jellemzően nem olyanok, amikhez egy erős PC szükségeltetik. Szóval csak ajánlani tudom azoknak, akik úgy hébe-hóba játszanak valamivel, de nem költenének sokat vagy épp semmit videójátékokra, és mondjuk a netet sem akarják szétlopni miatta. Amit ebben a weboldalban egyébként vonzónak találok, az az oldal alján található rózsaszín felület, ez a sáv itt, ahol itt megtalálható a véletlenszerű keresés lehetősége, amit szerintem előszeretettel fogok felhasználni, csak hogy bemutassak egy párat játékok közül, amit érdemes vagy épp nem érdemes játszani. Ki eldönti maga. Szóval ez itt a Tower Required, ezzel fogok játszani. Egy nem szokványos kinézetű FPS játékról van szó, ahol törőközőket kell dobálni egy közfürdőben tök egyforma kinézetű öreg urakra. Egyesek szerint úgy tűnik ez a játék ijesztőbb, mint az Amnézia, amit nem tudom, mert igazából az Amnézia nekem eléggé ijesztő, az inkább csak kicsit homoszex tónus is bizarr, de kiderül, kiderül. Jó, van, akkor kezdjük is el. Felszedtem egy gyorsító bónuszt rögtön az elején. És azt hiszem némi, igen. Némi törül közben, de nem vagyok benne biztos. Közben jönnek ezek a... Uraim, ennek szívesek távozni. Mi van, hogyha ide jövök? Ez az egyetlen biztonságos sarok, az biztos, de... Na, kezdjük el. Jó szűkek az átjárók, szóval az keresnem kell egy olyan sarkot, ahol egy picit biztonságosabban operálhatok, de fogy a törőközöm, szóval nem sokáig csinálhatom ezt. Meg kellett volna jegyeznem, hogy hol vannak bónusz törőközök, mert biztos vannak valahol. Itt gyorsít, azt nem vettem fel, gratulálok magamnak. Uraim, egy kicsit távolságtartás nem ártana. Na, addig hatékonyak voltunk, most keresnünk kell egy rakás törő között, csak nem tudom, hol találom meg, és az igazság, hogy egyre többen vannak ezek, legalábbis nekem úgy tűnik. És sarokba fognak tudni szorítani, hogyha jönnek nagyon sokat tekergek. Minél előbb hozzájuk kell vágni a törő között, hogy egy kicsit számban fogyatkozzanak. Keresni kéne egy... Aha, milyen idő? Az időre is megy? Nem tudom. Tűnés innen. Hopp. El innen. Oké. Eddig stabil teljesítmény produkáltunk. Igen, csak most körbe vettek minket. Oké. Még egyszer. Ez ilyen egy pályás cirkusz lesz, azt hiszem. Hopp. Jó gyorsak. Nem, hagyd meg békén. Nem. Ne. Tűnés. Állj,
a munícióba, oké. Nem lehet innen mozgulni. Szóval a lényeg az úgy tűnik, hogy kerülni kell ezeket a szűk átjárókat, vagy hogyha bemegyünk egy törülközőért, akkor úgy menjünk, hogy meg vagyunk bizonyos az arról, hogy itt nincsenek a környékünkön ezek a jópofa emberek. El innen. Közben takarékoskodni kell a törülközőkkel is, úgy tűnik, mert nem sokára rendelkezésünkre. És ezek a jó pofák itt nekem újra meg újra termelődnek. Hogyha már annyira hozzám akarnak érni, akkor mi az akadálya annak, hogy hozzám érjenek, hogyha törülköző van rajta? Nem értem. Mindenesetre gőzöm sincs, hogy mit csináljak ilyen helyzetben, de állandóan belekerülök ezekbe a kutya szorítókba. Gyorsan. Hol lehet itt? Hogy ez egy exit, gondolom, ezt nem nekem találták ki. Oly, bár tűnik ez a játék is pontra megy. Több pálya nem lesz. Nem szabad bemenni. Valahol kéne találni valamit, ami egy kicsit a az életerőm helyre jön. Legyen már valami... Nem, mindig mozgásba kell lenni. Az egy kicsit elejét behetjük annak, hogy körbevesznek minket. De egyben fel is kell venni egy ideális pozíciót. Egy kicsit a diszkrétebb fürdést szeretem, azt preferálnám, azt hiszem. Nem. Nem lehet ugrani. Az a baj, hogy nem lehet ugrani. Ha lehetne ugrani, már kijutottam volna innen. Na mindegy. Ennyi. Hol lehet itt azért pontokat számolni? Egy. Ja, ott van fent, oké. Nem! Miért kibben? Az szép! Ez a hangszóró nyomatja a beatet. Szóval a zenei aláfestést is bele van építve a fürdőbe. Na, hol van még törülköző? Valahol kell lennie még törülközőnek. Nem termelődik újra? Az összes fejet felhasználtam? Nem hiszem. Valahogy mégis ide kerültem a...
Kicsit följébre. Kiábrándító. Oké, még egy kör. Szóval az egész játék úgy tűnik ezekre a maximum egy 5 perces körökre korlátozódik, ami alatt minél több pontot össze kell gyűjteni. El kell kerülni azt, hogy a kedves kollégák az arcomba csapják a péniszüket. Van bácsi, öltözzék fel. Ne. Nem mondom, hogy rémisztő, de iszonyatosan kényelmetlen érzést kelt bennem az, hogy hallom az egyre közeledő mormogást. Nem, mindig itt. Nem. El innen. Hogy lehet innen egyáltalán kijutni? Ki lehet egyáltalán innen jutni? Nem hiszem. Azért van, hogy az embernek az kedvét elvegye a fürdőbejárástól. Ez kell, oké. Ne, rossz hely. Tűnés. Vegye fel a törő közé, tata. Hagyjon engem élni. Országomat egy törőközőjön. Sehol nincs egy törőköző. Megint a szokásos helyeken lehetne megtalálni őket. Tényleg elfogytak? Sehol nem találok egy törőközőt. Na, egy túl nagy pálya ez. Aha, lehetséges, hogy a pályán csak egy helyen lehet megtalálni a törőközőt, és ezt... És ezt nem lehet csak úgy mindig megtalálni. Az jó.
Semmire sem megyek vele, nem százon vagyok. Sütnék a maximum 25, szóval nem is növelhetem a számát, hogyha azon tudom. Keresünk közülközőt. Hát előköző. Most itt ott a dörgője ebbe. Tíz darab, ez nem sok. Jézusom. Jézusom. Oké. Nem vesznek észre, most már észrevettem. Oké. Szóval azzal nincs probléma, el is osonhatok mögött itt néha. A hangyák. Hát itt nem, itt nincs. Azt össze kéne szednem, mert nincs elég energiám. Idő. Azt nem értem, hogy az idő az mire jó. Leállítja a figura, nem hiszem. Na végre, 25. Ez az. Oké, sikerült kijönni most akkor. Soha nem gondoltam volna, hogy az életem attól függ egy játékban, hogy találok egy törül között. És meg is haltam. Hát, ne itt erről a játékról, akinek tetszik, az játszom vele. Igazából ez pontosan arra való ez a játék, hogy nem tudom, az ember eltöltsön bele 10 percet, aztán kész. Igazából csak közel van, csak happy girl. Szóval, sziasztok!